Hare Krishna, elérkeztünk a Krishna könyv 40. fejezetéhez, melynek címe Krishna megérkezik Mathurába. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. 40. fejezet, Krishna megérkezik Mathurába. Miközben Akrura imáit ajánlotta az Istenség legfelsőbb személyiségének, az úr eltűnt a vízből, akár egy ügyes színész, aki leveti jelmezét, s újra eredeti alakjában jelenik meg. A Vishnu Murti eltűnt, s Akrura kijött a vízből. Rituális szertartásának végeztével Balarám és Krishna szekerének közelébe érve, még mindig a csodálat tartotta hatalmában. Krishna megkérdezte tőle, valami csodálatosat látott talán a vízben vagy az égen? Ó, Uram, felelte Akrura, minden csodálatos dolog ebben a világban történik akár az égen, akár a vízben, akár a földön. Valójában a te univerzális formádban jelenik meg. Mi az a csodálatos dolog hát, amit nem láthatok téged látva? Ez az állítás megerősíti a védikus magyarázatot, mely szerint az, aki Krisnát ismeri, ismer mindent, s aki Krisnát látta, mindent látott, bármilyen csodálatos dologról legyen is szó. Kedves Uram, folytatta Akrura, semmi nem lehet csodálatosabb transzcendentális formádnál. Ha láthatom transzcendentális formádat, mi más lehet még, amit látnom kellene? Akrura ezután azonnal útnak indult fogatukkal. Naplementére majdnem elérték Mathura határait. A Vrindávanából Mathurába vezető úton az emberek mind Krisnát és Balarámát nézték, nem tudták róluk szemeiket levenni. Időközben a Vrindávaniak, Nanda Maharaja és Upananda vezetésével hegyen völgyön keresztül vágva már megérkeztek Mathurába, s csak Krisna és Balarám érkezésére vártak. Mathura városának kapujában Krisna és Balarám leszálltak a kocsiról, s kezet ráztak Akrurával. Most elmehetsz, mi csak később, társainkkal együtt megyünk be a városba, mondta Krisna Akrurának. Ó, Uram, válaszolta Akrura, nem mehetek egyedül Mathurába téged hátrahagyva. Meghódolt szolgád vagyok, kérlek, ne utasíts el. Kérlek, gyere velem bátyáddal és tehénpásztor barátaiddal együtt, s tisztíts meg házamat jelenléteddel. Drága Uram, ha eljössz házamba, lótuszlábaid pora megszenteli otthonomat. A víz, amely lótuszlábaid verejtékéből ered, a Gangesz, mindenkit megtisztít, az ősatyákat, a tűzistent és minden félistent beleértve. Bali Maharaja pusztán azzal hírnévre tett szert, hogy megmosta lótuszlábaidat, s minden rokona a mennyei bolygókra jutott a Gangesz vize érintésének köszönhetően. Bali Maharaja a legnagyobb gazdagságot élvezte, s később elérte a felszabadulás legmagasabb szintjét. A Gangesz vize nem csupán megszenteli a három világot, hanem ráadásként az Úr Síva tartja a fején. Ó, Urak, legfelsőbb Ura, tiszteletes hódolatomat ajánlom. Felkeresem majd otthonodat bátyámmal, Balarámával, válaszolta az Istenség legfelsőbb személyisége. De csak miután végeztem a Yadu dinasztiára irigy démonokkal, s így örömet okoztam családunk tagjainak. Akrura kicsit szomorúan hallgatta az Istenség legfelsőbb személyiségének szavait, de teljesítette Krisna akaratát. Behajtott Mathurába, jelentette Kámszának Krisna érkezését, majd hazatért. Miután Akrura elment, az Úr Krisna, Balarám és a tehénpásztor fiúk elindultak, hogy megnézzék a várost. Látták Mathura csodálatos márványból épített, erős városkapuját szín arany ajtóival. Körös körül tündöklő gyümölcsösök és virágos kertek pompáztak, s a város mindenhol ágyukkal vették körül, hogy az ellenség ne jusson be könnyedén. Az út kereszteződések aranyjal voltak borítva, s a tehetős polgárok házai, mintha csak ugyanazon mester munkái lettek volna, egyformán sorakoztak. A házakat értékes drágakövek díszítették, s mindegyiket csodálatos gyümölcsfák és virágok övezték. A verandákat és a folyosókat selyemmel, drágakövekkel és igaz gyöngyel kirakott hímzésekkel díszítették. Az erkélyek ablakai előtt galambok turbékoltak, pávák sétáltak. A gabonakereskedők boltjait tengernyiféle virág és virágfüzér, frissen nőtt fű, illatos nárcisz és rózsa borította el. A házak kapujánál vízzel teli edények sorakoztak, az ajtók környékét pedig, amelyekre kisebb-nagyobb lámpásokat akasztottak, joghurttal,
szantál pépelt kevert vízzel és virágokkal szórták teli. Minden ajtó fölé friss mangóágakat és selyemkoszorúkat tűztek. Amikor Szájnra kapott a hír, hogy Krisna, Balarám és a tehénpásztor fiúk megérkeztek Maturába, a város apraja nagyja összeszaladt. A nők és a lányok nyomban a háztetőkre futottak, hogy láthassák őket. Rettentő izgalommal várták Krisna és Balarám érkezését, s nagy lelkesedésükben a nők nem öltöztek föl kellőképpen, néhányan rosszul vették föl ruháikat, néhányan csupán egyik szemüket festették ki, mások csak egyik bokapelecüket vagy fülbevalójukat vették föl. Nagy sietségükben illő öltözet nélkül szaladtak, hogy a tetőkről láthassák Krisnát. Voltak, akik épp enni készültek, ám amint meghallották, hogy Krisna és Balarám a városban vannak, ételüket otthagyva szaladtak a tetőre. Mások éppen fürödtek, s még mielőtt készen lettek volna, futottak, hogy láthassák Krisnát és Balarámát. Voltak, akik gyermeküket szoptatták éppen, ám gyermekeiket letéve siettek Krisnát és Balarámát látni. Lassú lépteivel, arcán mosolyjal Krisna azon nyomban elrabolta szívüket. A szerencse istenőjének férje úgy sétált végig az utcán, akár egy elefánt. A maturái nők régóta hallottak már Krisnáról és Balarámáról, csodálatos jellemükről, és égtek a vonzódástól és a vágytól, hogy láthassák őket. Most, amint végre megpillantották az utcán Krisnát és Balarámát, megláthatták édes mosolyukat, örömük extázisba csapott át. Amint végre megpillantották Krisnát és Balarámát, szívükbe zárták, s teljes vágyukkal megölelték őket. Megborzongtak az extázistól, sokat hallottak már Krisnáról, de sohasem látták még őt, s vágyuk most teljesült. Maturá palotáinak tetőiről boldogságtól sugárzó alccal virágesőt szórt a Krisnára és Balarámra. Miközben a két testvér végsétált az utcákon, a brámanák is előjöttek házaikból, hogy szantál vízzel és virágokkal méltóan köszönthessék őket városukban. Matura lakói, a Vrindávaniak nemes és jámbor tetteit kezdték dicsőíteni egymás között. Arra gondoltak, mennyi jámbor cselekedetet hajthattak végre a Vrindávan tehénpásztorai előző életük során, hogy most nap mint nap láthatják Krisnát és Balarámát, mint tehénpásztor fiúkat. Krisna és Balarám így haladtak Matura utcáin, amikor egyszer csak megpillantották egy kelme festő mosodáját. Krisna örömmel néhány szép ruhát kért a kelme festőtől, s megígérte, hogy ha a legszebb ruhákat ajándékozza neki, nagy boldogságot okozva ezzel Krisnának, minden jó szerencse a kelme festőre köszönt. Krisna nem volt koldus, és ruhára sem volt szüksége. Kérésével arra tanít, hogy mindenkinek készen kell állni arra, hogy megadjon Krisnának mindent, amire csak vágyik. Ez a Krisna tudat célja. A kelmefestő azonban szerencsétlenségére Kámsza szolgája volt, s nem törődött az Úr Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége kérésével. Ez az eredménye a rossz társulásnak. Nyomban odaadhatta volna a ruhákat az Istenség legfelsőbb személyiségének, aki minden jó szerencsét megígért neki, a bűnös démon azonban, lévén Kámsza szolgája, nem fogadta el az ajánlatot. Ahelyett, hogy elégedetté vált volna, rettentő dühös lett, s megtagadta az Úr kérését. Hogyan? Azt akarod, hogy a királynak szánt ruhákból adjak? Fortyant fel, s kioktatta Krisnát és Balarámát. Kedves fiaim, soha ne legyetek olyan arcátlanok, hogy olyan dolgokat kérjetek, amelyek a királyt illetik meg, másképp a király emberei ellátják a bajotokat. Börtönbe vetnek és megbüntetnek benneteket, s akkor kerültök csak bajba. Láttam már ilyet, aki jogtalanul a király tulajdonát akarja használni, az pórul jár. Szavaira azonban az Úr Krisna, Dévaki fia méregbe gurult, s keze felső részének ütésével egyszeriben elválasztotta a kelmefestő fejét a nyakától. A kelmefestő holtan zuhant a földre. Az Úr Krisna ezzel megerősítette a Brahmaszámhita kijelentését. Bármelyik testrészével képes megtenni bármit, amit csak akar. Puszta kézzel, kard nélkül vágta le a kelmefestő fejét. Ez bizonyítja, hogy a legfelsőbb Úr mindenható. Ha meg akar tenni valamit, minden külső segítség nélkül képes megtenni. A szörnyű esemény láttán a kelmefestő emberei a ruhákat otthagyva nyomban szétszaladtak. Krisna és Balarám gyorsan a birtokukba vették a ruhákat, s kedvük szerint felöltöztek. A maradék ruhákat a tehénpásztor fiúknak adták, akik szintén úgy öltöztek fel, ahogyan csak akartak.
Amit nem használtak fel, az mind ott maradt. Aztán folytatták útjukat. Egy szabó, aki az úr baktája volt, kihasználta az alkalmat, hogy szolgálhasson. A kelmékből szép ruhákat vart Krisnának és Balarámnak. Krisna és Balarám szépen felöltöztek hát, és úgy festettek, mint a teli hold, vagy a hold tölte alkalmával színes kelmékkel feldíszített elefántok. Krisna nagyon elégedett volt a szabóval, és a Sarupa Mukti áldásával részesítette, amely azt jelenti, hogy teste elhagyása után felszabadulást érhet el, és olyan testet kaphat, mint Nárayán négykarú formája a Vaikunta bolygókon. Arról is biztosította, hogy amíg csak él, annyi gazdagságot gyűjthet össze, hogy élete végéig élvezheti érzékei kielégítését. Ezzel Krisna azt bizonyította, hogy a Krisna tudatos bakták soha nem szenvednek hiányt az anyagi érzékkielégítésben. Mindig lehetőségük lesz rá, de testük elhagyása után Vaikunta lóka lelki bolygóira vagy Krisna lókára Goloka Vrindávanba távoznak. Miután szépen felöltöztek, Krisna és Balarám egy Sudama nevű virágárushoz mentek. Amint háza elé értek, a virágárus nyomban kijött a házából, s nagy odaadással arcra borult, hogy felajánlja tiszteletteljes hódolatát. Kényelmes ülőhelyel kínálta Krisnát és Balarámát, majd megkérte a segédjét, hozzon virágokat és csandanával megkent bételdiót. A virágárus nagyon megörvendeztette az urat viselkedésével. Aztán szerényen és alázatosan imáit ajánlotta az úrnak. Kedves uram, eljöttél házamba, s most úgy érzem, összes ősöm és imádandó előjárom mind elégedetté vált és felszabadult. Én, drága uram, te vagy a kozmikus megnyilvánulás minden okának legfelsőbb oka. Ám a föld népének áldására teljes értékű kiterjedéseddel megjelentél, hogy védelmet nyújts baktáidnak és elpusztítsd a démonokat. Te mindenkivel egyformán bánsz, minden élőlény barátjaként. Te vagy a felső lélek, s nem teszel különbséget barát és ellenség között. Mégis boldog vagy, ha baktáidat odaadó szolgálatukért méltóan megjutalmazhatod. Uram, azért imádkozom hozzád, hogy mondd meg nekem, mit kívánsz tőlem, hiszen örök szolgád vagyok. Nagy kegy lenne számomra, ha megengednéd, hogy tegyek érted valamit. A virágárus Sudama szíve megtelt boldogsággal, amint otthonában láthatta Krisnát és Balarámát. S leghőbb vágyat teljesült be, amikor szebbnél szebb virágokból két csodálatos füzért készíthetett és ajánlhatott fel nekik. Krisna és Balarám nagyon örültek őszinte szolgálatának. Krisna köszöntötte a virágkereskedőt, majd áldását adta rá, melyet mindig kész megadni a meghódolt lelkeknek. Amikor a virágkereskedő megkapta az úr áldását, azért kezdett könyörögni hozzá, hogy hadd maradjon örök szolgája, s hadd végezhessen odaadó szolgálatot, mely által minden élőlénynek jót tehet. Láthatjuk ebből, hogy a Krisna tudatban az úr baktájának nem szabad elégedetnek lennie csupán saját odaadó szolgálatának fejlődésével. Arra is vágynia kell, hogy másokkal jót tegyen. Vrindávan 6 goszvámia ezt a példát követte. A róluk szóló imában ezért azt olvashatjuk. Lókanám hitá kalináú. A vaisnavák, az úr baktái nem önzőek. Bármilyen áldást kapjanak az Istenség legfelsőbb személyiségétől, mindenki másnak adni akarnak belőle. Ez a legnagyobb emberbaláti cselekedet. A virágkereskedővel elégedetten az Úr Krisna nem csak arra adta áldását, hogy teljesüljön minden vágya, hanem anyagi gazdagságot, családjának jólétét, hosszú életet ajándékozott neki, s mindent, amit csak szíve kívánt ebben az anyagi világban. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Krisna könyv 40. fejezetéhez, melynek címe Krisna megérkezik Maturába. És akkor jöjjön a 41. fejezet. Krisna eltöri az íjat az áldozati arénában. A virágkereskedő házát elhagyva Krisna és Balarám egy púpos fiatalasszony pillantottak meg az utcán, kezében egy tál szantálpéppel. Krisna minden gyönyör forrása fel akarta vidítani társait, stréfálkozni kezdett a púpos asszonnyal. Ó, sudár ifjú hölgy, szólította meg. Mondd, kinek viszed azt a tál szantálpépet, ami a kezedben van? Azt hiszem, nekem kellene adnod inkább, ha megtennéd, biztos vagyok benne, hogy szerencse köszöntene rád.
Krisna az istenség legfelsőbb személyisége, s minden tudott a púpos asszonyról. Kérésével arra utalt, mi haszna, hogy az asszony egy démont szolgál. Jobban tenné, ha Krisnát és Balarámát szolgálná, szolgálatának azonnal eredményét látná. Kedves Siáma Szundara, válaszolt a fiatalasszony. Kedves sötét színű fiú, bizonyára tudod, hogy Kámsza szolgálója vagyok, s naponta viszek neki szantálpépet. A király nagyon elégedett velem, s hogy minden nap ilyen csodálatos dolgot ajánlok föl neki, de most látom, senkit nem szolgálhatna jobban egy szantálpép, mint benneteket, testvérek. Krisna és Balarám szépségétől, szavaiktól, mosolyuktól, pillantásuktól s minden mozdulatuktól elbűvölve, a púpos asszony nagy elégedettséggel és odaadással kente be testüket a szantálpéppel. A transzcendentális testvérpár, Krisna és Balarám, csodálatos színűek és gyönyörűek voltak színes ruháikban. Felső testük eleve szépséges volt, s amikor a púpos asszony a szantálpéppel bekente őket, még gyönyörűbbnek látszottak. Krisnának nagy örömet szerzett az asszony szolgálata, és arra gondolt, hogyan viszonozhatná. Egy Krisna tudatos baktának nagy szeretettel és odaadással kell szolgálni a Krisnát, hogy magára vonja az Úr figyelmét. Krisnának semmi más nem szerez örömet, mint a neki végzett transzcendentális szerető szolgálat. Erre gondolva Krisna lábujjaival a púpos asszony lábaira lépett, kezével megfogta az arcát, s nagyot rántott rajta, hogy kiegyenesítse. A púpos asszony abban a pillanatban sudár, karcsú, gyönyörű leányjá változott, széles csípőkkel, szép, formás keblekkel. Krisnát elégedetté tette a púpos asszony szolgálata, s kezének érintésétől a púpos asszonyból a legcsodálatosabb leány lett. Láthatjuk ebből az esetből, hogy Krisnát szolgálva egy bakta azonnal a legkiválóbb helyzetbe kerül. Az odaadó szolgálatnak olyan ereje van, hogy bárki, aki elfogadja, minden szent tulajdonságra szert tesz, Krisnát nem a púpos asszony szépsége ragadta meg, szolgálata miatt vonzódott hozzá. Amint szolgálta az urat, nyomban a leggyönyörűbb fiatal lány lett belőle. Egy Krisna tudatos baktának nem kell műveltnek vagy szépnek lennie. Miután Krisna tudatossá vált és Krisnát szolgálja, művelté és szépé válik. Amikor az asszony Krisna kegyéből szépséges fiatal lány lett, nagyon lekötelezve érezte magát, és Krisna szépségéhez is nagyon vonzódott. Semmivel sem törődve ruháját kezdte húzogatni, kacéra mosolygott, s bevallotta, hogy kélyes vágyak kerítették hatalmába. Még arról is megfeledkezett, hogy az utcán áll Krisna bátyja és minden barátja előtt. Drága hősöm, mondta őszintén Krisnának, nem tudlak így elengedni, el kell jönnöd hozzám. Nagyon vonzódom hozzád, s a legszebb fogadtatásban részesítelek majd, hiszen a legkiváló vagy a férfiak között, s neked is kedvesnek kell lenned hozzám. Egyszerű szavaival arra kérte Krisnát, menjen el hozzá és elégítse ki vágyait. Krisna természetesen egy kis és zavarba jött bátyja Balarám előtt, de tudta, hogy a leány egyszerű teremtés is vonzódik hozzá, így csupán mosolygott szavain. Tehénpásztor barátaira pillantva így szólt. Gyönyörű leány, meghívásod boldoggá tesz, s miután elvégeztem minden más dolgomat itt, elmegyek hozzád. Egy ilyen gyönyörű lány az egyedüli vígasz az olyan ember számára, mint én, aki nőtlen és távol van otthonától. Te minden bizonnyal alkalmas vagy arra, hogy megnyugvást adj elmémnek, mely zaklatott vágyakkal teli. Krisna kedves szavai elégedetté tették a leányt, s az Úr, otthagyva őt, a piac felé indult, ahol a város népe összegyűlt, hogy ajándékaikkal, bételdióval, virágokkal és szantálfapéppel fogadják őt. A kereskedők a piactéren nagy tisztelettel imádták Krisnát és Balarámát. Amint Krisna áthaladt az utcákon, a környező házak asszonyai mind kiszaladtak, hogy láthassák, s a fiatalabbak közül sokan szinte elájultak, elbűvölve Krisna szépségétől. Hajuk kibomlott, ruháik meglazultak, s teljesen megfeledkeztek magukról. Krisna megkérdezte az embereket, hol lesz az áldozati ceremónia. A Danúr Jajna áldozatot Kámsza hirdette meg, s hogy megjelölje a különleges szertartást, egy óriási íjat helyezett el az áldozati oltár közelében. Az íj hatalmas volt és nagyon szép, akár a szivárvány az égen. Kámsza király fegyveresei és testőrei őrizték az íjat az áldozati arénában. Ahogy Kámsza és Balarám az íj felé tartottak, a testőrök figyelmeztették őket, hogy ne menjenek közelebb. Ám Krisna tudomást sem vett róluk. Határozottan odament, s bal kezével megragadta a hatalmas íjat. A tömeg szeme láttára
felhúrozta, majd megfeszítette, és a közepén ketté törte, akár az elefántok a cukornádat. A jelenlévők mind elámultak Krisna erejének láttán. Az íj ropogása betöltötte az eget és a földet, s Kámsza füléhez is elért. Amikor meghallotta, mi történt, hirtelen reszketni kezdett az életéért. Az íjatőrző testőr, aki ott állt őrségben, rettentő mérges lett. Katonáinak azonnal megparancsolta, hogy rántsanak fegyvert. Fogjátok el, öljétek meg, kiabálták, és Krisna felé szaladtak. Bekerítették Krisnát és Balarámát, akik az őrök fenyegető mozdulatai láttán méregbe gurultak. Fölkapták a kettétört íj egy-egy darabját, és ütni kezdték vele az őröket. Az űrzavar közepette Kámsza még egy csapat fegyveres küldött rájuk, ám Krisna és Balarám megküzdöttek velük is, s egytől egyik megölték őket. Krisna nem ment beljebb az áldozati arénában, hanem a kapukon kisétálva táboruk felé vette az útját. Útközben nagy élvezettel szemlélte Mathura városát. Mathura lakói Krisna tettét és csodálatos hősiességét látva arra gondoltak, hogy a testvérek bizonyára félistenek, akik most eljöttek Mathurába, s ámulattal nézték őket. A két testvér gondtalanul rótta az utcákat, mit sem törődve Kámsza rendeleteivel és törvényeivel. Elérkezett az este. Krisna és Balarám tehénpásztor barátaikkal együtt a város falakon kívülre siettek, ahol szekereik gyülekeztek. Kámsza láthatta, hogy a testvérek Mathurába érkezése semmi jót nem tartogat számára. Tudta, hogy másnap komoly veszedelem vár rá az áldozati arénában. Amikor Krisna és Balarám Vrindávanból Mathurába indult, Vrindávan lakói elképzelték Mathura polgárainak nagy szerencséjét, hogy láthatják Krisna csodálatos szépségét, aki tiszta baktái és a szerencse istennője imádnak. Elképzelésük beteljesedett, hiszen Mathura lakói Krisnát látva teljesen elégedetté váltak. Amikor Krisna visszatért táborukba, a szolgák gondjaikba vették. Lótuszlábait megmosták, kényelmesen leültették, tejjel és ízletes ételekkel kínálták. Miután megvacsorázott, se elgondolkodott a másnapi eseményeken, békésen nyugovóra tért. Kámsza, amikor megtudta, hogy csodálatos íját Krisna eltörte, őreit és katonáit pedig megölte, megértette valamennyire az istenség legfelsőbb személyisége erejét. Megértette, hogy halála közeleg. Dévaki 8. gyermeke jelent meg. Elkövetkező végzetére gondolva, egész éjjel nem lelte nyugalmát. Rossz látomásai támadtak, s tudta, hogy Krisna és Balarám, akik átlépték a város határát, számára halálának hírnökei. Kámsza álmában és ébren is nagyon rossz előjeleket látott. Amikor a tükörbe pillantott, nem látta fejét, holott a helyén volt, s a csillagokat megkétszereződve látta az égen. Árnyékán lyukakat fedezett föl, s fülében egy magas, csilingelő hang szólalt meg. Az előtte álló fák, mintha aranyból lettek volna, s lábai nem hagytak nyomot sem a porban, sem a vizes agyagban. Álmában mindenféle szellemet látott. Szamárfogaton utazva, s arról is álmodott, hogy valaki mérget nyújt át neki, ő pedig megissza. Azt is álmodta, hogy ruhátlanul, egy virágfüzérrel a nyakában sétál, miközben testét olajjal keni. Kámsza ébren és álmában a halál előjeleit látta, s megértette, hogy biztos halál vár rá. Aggodalmában ezen az éjszakán a szemét sem hunyta le. Az éjszaka elteltével azonban buzgón nekilátott, hogy megrendezze a birkózó viadal. Az arénát megtisztították, zászlókkal, füzérekkel, virágokkal díszítették föl, a dobogói zászlóktól, szalagoktól pompázott. A viadal kezdetét üst dobok pergése adta hírül. A nagy tiszteletben álló királyok, brámanák és ksatriák számára külön páholyokat rendeztek be. A királyokat trónusra ültették, de a többieknek is kényelmes ülőhelyet adtak. Végül Kámsza is megérkezett minisztereivel és titkáraival, s leült azon az emelvényen, amelyet külön neki készítettek. Ám szíve, pedig a legfőképpen a fejedelmek között ült, halálfélelmében hevesen dobogott. A kegyetlen halál még az olyan hatalmas személyiségeket sem kíméli, mint Kámsza. A halál, ha eljön az ő ideje, nem törődik az előkelő ranggal. Amikor minden készen állt, a birkózók, akik meg akarták mutatni ügyességüket a közönségnek, besétáltak az arénába. Testüket csodálatos díszek és ruhák fették. A leghíresebb birkózók Csanura, Mustika, Sala, Kuta és Tósala a zenétől felvillanyozva fürgén vágtak keresztül az arénán.
Kámsza a tiszteletre méltó vrindávanai tehénpásztorokat is üdvözölte érükön Nanda Maharadzsával. Miután átadták Kámszának ajándékaikat, a tejtermékeket, amit magukkal hoztak, a tehénpásztorok is elfoglalták helyüket a király oldalán, a nekik szánt emelvényen. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Krisna könyv 40. fejezetéhez, melynek címe Krisna eltöri az íjat az áldozati arénában. Következő alkalommal a 42. fejezettől folytatjuk. Krisna legyőzi Kuvalaya Pida elefántot. Jól mondtam. Oké. Krisna könyv Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hali Hali Bol, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai, Hare Krishna.